tudjuk egymásnak az erősségeit, hogy ki miben jobb, csak akkor tanulunk egymástól folyamatosan. Igen, a kommunikáció az nagyon fontos, hogy nagyon működik köztünk. Nagyon gyermekközpontúan dolgozunk. Nekünk egy ilyen flow érzés minden óra. Az a lényeg, hogy ők jól érezzék magukat. Az agy az állandóan rendez, de a szív az nagyon fontos, hogy egyensúlyba kerüljön, de nem könnyű. Amit belülről igazán szeretsz, akarsz, minden vágyad teljesül. Nagyon fontos az, hogy a lelkedből éljen, már volt olyan, hogy nem a lelkem szerint éltem, és akkor mondtam azt, hogy ha igen, akkor kezdek figyelni most magamra. 15-16 éves lehettem, amikor mi megismerkedtünk, mi azóta együtt vagyunk. Nekem ő volt a lelkitársam, a barátom, a szerelmem, a minden egyben. Azt látva, hogy Csilla milyen zsigerből csinál olyan dolgokat, amit én megtanultam, tehát nagyon, nagyon jól elkezdődött a közös munka. Vannak dolgok, amikben mi sem értünk egyet, de azt gondolom, hogy a cél az közös. Én mindig ugye nagyobb is voltam, én mindig anyáskodtam. Maga a tánc is egy terápia, mert a balett önmagadra való figyelés nagyon erőteljesen, nagyon komplex, és a társaidra is. És a tisztelet. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Tehát a művészi élményszerzés, amit a gyermekeknek okozunk ezekkel az előadásokkal, szerintem az az életükre, minden területére kihat majd.